tavasszal kopogtatott a gólya a Nyíregyházi Állatpark Afrika élővilágát bemutató kifutórendszerében a Tarzan ösvényén. Az eddig öt főből álló zsirávcsalád család ugyanis egy új taggal gyarapodott. A 450 napnyi vemhességi idő után világra jött kis zsiráf. eleinte el sem mozdult anyja mellől a zsiráfházban. Aztán fokozatosan ismerkedett meg a csapattal és a nagy társas kifutó többi lakójával. A parkban jelenleg három felnőtt nőstény, egy hím és két fiatal egyedél. Kamilla a három és fél éves nőstény és a legifjabb borjú. A kis zsiráfbika névadója is megtörtént, ezentúl azuló nevet viseli. A nyíregyházi állatparban élő állatok többféleképpen szoktak nevet kapni. Van olyan állat, aki már adott nével érkezik más állatkertből, van, a gondozók adnak nevet az állatnak, de olykor a közönség segítségét kérjük. A legutóbb született kis még nem volt neve. Ilyenkor babonából három-négy hétig nem szoktunk nevet adni az apróságnak, utána viszont egy közösségi oldalon a látogatók segítségét kértük. Több ezer névjavaslat közül választották ki a gondozók a számukra három legtetszetősebbet és azok közül végül a legtöbb szavazatot az név kapta. A tudomány jelenlegi állása szerint a zsiráfok kilenc alfaját különítik el, mintázatuk és afrikai élőhelyük alapján. A Nyiregyházi állatparkban alfaj tiszta zsiráfokat láthat a közönség. Veszélyeztetett patásnak számítanak, a természetben kevesebb, mint 700 egyedél belőlük. A világ állatkertjeiben nagyjából 450 zsiráfot tartanak számon, köztük 6 a Nyiregyházi állatparkban él.